A diákok énekkel köszöntötték Felföldi László megyés püspököt a szekszárdi Szent József Katolikus Iskola udvarán, és ezzel kezdetét is vette a felújított intézmény megáldásának ünnepsége. Kérjük ma Isten áldását erre a felújított iskolaépületre, mindazok, akikre itt gyermekek oktatását bízzák. Az iskola épületét közel 400 millió forintos támogatásból újították fel. A beruházással már tavaly elkészültek, de a koronavírus járvány miatt nem kerülhetett sor az iskola ünnepélyes megáldására. Egy gyönyörű ajándék, hogy egy ünnepben, mint egy ünnepélyesen átadjuk, és kérjük az Isten áldását az egyházi iskolára. Az egyházi iskolának a titka, a mélye ugyanaz, mint a mindennapi életnek, az ember személyes életének a titka, hogy jól álljon ebben az életben, stabilan tudjon állni. Azt kell tudni a háromlábú székről, hogy a legstabilabb szék. Amikor a talaj nem egyenes, vagy zavar van a talajban, akkor az a legbiztosabb. Ezzel a hasonlattal magyarázta el a pécsi püspök a katolikus iskola diákjainak, hogy ez a szék azt a hármasságot jelképezi, amik az egyházi iskolák vezérfonalát jelentik a mindennapi életben. A legstabilabb szék az a háromlábú szék, az nem billeg, akkor sem, ha esetleg valami nem egyenes a lábak alatt, hanem legstabilabban lehet elhelyezni, és ilyen az emberi élete is. Hogy ahogy van a testünk, a szellemünk, a lelkünk, ez olyan, mint egy háromlábú szék. És ha az egyikre nem figyelünk, az egyikkel nem törődünk, akkor viszont elbillen, akkor összetörik az egész. Ezt akarják átadni a gyerekeknek, hogy felnőve ezáltal érett, értelmes, keresztény emberekké váljanak.